azt megtanultad, hogy ne legyél önző dög. Mert az a bika időszakában esedékes. Tehát mindent, ami elindul, magamhoz csatolok vissza. Ez a bika alapképete. És akkor megyek át az ikrekbe, amikor ezt meghaladom. És akkor innen már csak fölfelé megyek, akkor az ikreknek a viselkedés modellje áll elő. Na jó, de ezzel én még csak a hozzám közel állókat tudom növelni. És akkor mi történik? Át kell csapni abba, hogy már nem mind a ketten növekedünk, hanem aki fölötte van, az önmagát megalázza azért, hogy a másik fölemelkedhessen. Most ezt a legnehezebb végezni. Itt már én nem kapok közvetlenül segítséget. Tehát itt már csak a fény tud segíteni, de a saját tejútrendszerünk már nem tud közvetlenül segíteni, mert már kikerültem a vonzás köréből. Na most ez a kereszt, hát miután magyar sírból került elő, ráadásul éppen ez a kereszt, ez aradi földvárnak a sírjából. Hát Aradon történt egy és más a várnak a sáncai mellett közvetlenül. Tehát lehet érezni, hogy minthogyha a történelem itt átszólna évszázadokon át, és figyelmeztetni, hogy valami miatt ez nagyon fontos helyszín. Ez az Arad. Minden esetre ott került elő, csak egy nagy gond van. Ha én most megkérdezem, hogy milyen korból, hát akkor miután egy körülbelül ugyanazok neveltek bennünket, ugyanaz a garnitúra, hogy úgy mondjam finoman, tehát automatikusan zsigerből azonnal válaszolunk, természetesen, ha magyar sírból került elő, csak Szent István utáni lehet. Tehát azt mondja, legkorábban a 11. század elejéről. Pehünk van, mert nem így van. Nem így van, egyértelműen honfoglaló sírból került elő, méghozzá tucat számra a hasonlók. Tehát ez azt jelenti, hogy 895 és 1000 között a mai időszámítás szerint. Hogy ez most hiteles az időszámítás, vagy nem ezzel, most ne foglalkozunk, ez egy külön téma. Mai számításunk szerint 895-ben kezdődött a honfoglalás, nem 96-ban, ezt is tudjuk gondolni, és 1000-ben már az úgynevezett államalapítás. Nem tudom, mit kell megalapítani, hiszen már megvolt, de nem baj, így nevezzük. Tehát államalapítás. Tehát minden esetre ebből, ha valamivel több, mint egy száz évből, több, mint egy tucat. Nem is tudom megszámolni, minden ásatásnál van esélyünk rá, hogy újabb kerüljön elő, és már így is feltűnően, sőt bosszantóan sok került elő. Kit bosszant? Hát aki elhatározta, hogy az első keresztény ide Szent Istvánnal jött be, lehetőleg nyugatról. Aztán arról már lehet vitatkozni, hogy na, újabb felfedezés, hogy már keletről, szóval már ne. És akkor ezen ugye itten Zaharov elvtárs, itt Zuckermann úr, el lehet vitatkozgatni hosszú évszázadokig, nagyszerűen lehet ezzel keresni. Nagy viták vannak. Nem, igenis kereszt, nem, igenis nyugat, nem, igenis Bizánc, nem, semmi, ott van az igazság. Itt van Bizánc, itt van nyugat. Tehát ezekkel nagyszerűen el lehet ám. Generációkon keresztül jól tud élni ebből az állvitából. És hát bizony bennünket erre képeztek ki. Tehát nehogy azt higgyék, hogy én is szüzen kerültem ki az egyetemről, nem, hosszan kellett visszaszerezni. Tehát, hogy egyáltalán tudjak tiszta fejjel gondolkozni. Hihetetlen, hogy milyen balaszt az például jelesen abszolválni egy egyetemet. Hát sajnos nekem ez volt a sorsom. Tehát nem tudják elképzelni, hogy mi szenvedésbe került az, míg az ember eljutott az első tiszta fölismerésig. Onnan már aztán könnyű a további. Tehát minden esetben...